78 évvel ezelőtt történt a Donai áttörés. A második magyar hadsereg nem tudta feltartóztatni a túlerőben lévő szovjet hadsereget. Néhány nap alatt több tízezre meghaltak, eltűntek vagy fogságba estek. Szabó István nyugalmazott történelemtanár elmondta, a rábaközi szemtanúk borzalmas állapotokról számoltak be. 78 évvel ezelőtt történt a 20. századi Trianon utáni talán második nagy tragédiája országunknak, a donkanyari második magyar hadsereg pusztulása. Ha a magyar történelem hadügyi eseményeit vennénk górcső alá, akkor talán ez az esemény a mohácsi csatavesztéshez hasonlítható. Az előzményekről annyit, ugye, hogy a első világháború utáni német vereség után hát a revízióra törekedtek a németek is, és hát ennek a revíziónak ugye a végeredménye, hogy így mondjam, az lett, hogy kitört a II. Világháború 39. szeptemberében, ugye Lengyelország megtámadásával, és igazából a közép-európai államok, így például Magyarországok is, bízott a német hadsereg erejében, és ők is, mint szövetségesek, a háborúban 41-ben beléptek. Mi is beléptünk a háborúba. A szovjet 41 júniusi nyári német támadás után mi is hadat üzentünk Szovjetuniónak, és utána a Szovjetunió nyugati területén vettünk részt a harcokban. 1941-42 fordulóján a Moszkva környéki harcokban a németek súlyos vereséget szenvedtek. Ugye Hitler akkor azzal állt elő, hogy 41 karácsonyát katonáim Moszkvában fogják tölteni. Na, de nem így történt. Ugye a hideg orosz téllel sem számoltak, gondoljunk például Napóleonra, ugye ő is igazából belefutott a nagyon szigorú orosz télbe, és kénytelen volt visszavonulni. Hát a németek is ugyanebbe a hibába estek, és ugyanez a sors várt rájuk. Szerették volna ezt a csorbát úgy kiköszöbölni, hogy inkább akkor a déli harcvonalon próbálnak sikert elérni, Voronyezs és Stalingrád közötti harcvonalra helyezték át a fő hangsúlyt, és itten a cél az volt, hogy a kaukázusi baki olajmezőket elfoglalják. Na, ehhez viszont azért a szövetségesek segítségére volt szükség a moszkvai vereség után. Tehát ottan egy ilyen álló front harc alakult ki, és hát a német hadvezetés úgy döntött, hogy akkor a déli harcvonalon próbálja az áttörést végrehajtani. És ehhez kérték a magyaroknak a segítségét is. 1942. januárjában Ribbentrop külügyminiszter és Keitel vezértábornok Magyarországra érkezett, és tulajdonképpen ellentmondás nem tűrően kérték a magyar politikai és hadvezetést egy második magyar hadsereg felállítására. Így utólag, de hát akkor is tudtuk már azt, hogy igazából más választásunk nincsen, mint hogy a német kérést teljesíteni kell. Gyalogos, páncélos és egy jelentéktelen repülő hadtestet bocsátottunk rendelkezésére, Jáni Gusztáv vezértábornok, vezérezredesnek a vezetésével. Horthy Miklós őt nevezte ki a második magyar hadsereg főnökének. És 40, itt megemlíteném, hogy főleg szombathelyi, pécsi és miskolci hadtesteket mozgósítottak erre a feladatra, erre a célra. Rába közben mozgósítottak? Igen,
Ismertem olyat, majd erre később visszatérek, aki Bautról részt vett ebben a csatában, ebben a doni pokolban, hogy így mondjam, földi pokolban. Őt Szombathelyre vezényelték, tehát ebből kifolyólag úgy tűnik, hogy erről a vidékről, tehát itt a Ráva közből a Szombathelyi volt az a hottest, ahonnét aztán vezényeltek innét származó katonákat a Donkanyarba. Mint említettem, ugye itt a mozgósításokat megtörténtek, 200 ezeres hadsereg kiküldését kérték a németek tőlünk, és igazából mi ebbe beleegyeztünk. A románok már ott voltak, ugye tudjuk, hogy akkori időszakban nagyon feszült volt a magyar-román viszony. A visszacsatolt területeken a román-magyar hadsereg is tartózkodott egy esetleges magyar-román konfliktus kivédésére, illetve a még román kéz alatt levő területek visszaszerzésére. Tehát ahhoz nem nyúltunk, ahhoz nem nyúltak. De mivel a románok is, szlovákok is, olaszok is, finnek is, mint szövetségesek, már mozgósítva voltak, és már indultak a német haderő, déli haderő segítségére, hát igazából mi se tettünk mást. És 42. februárja, áprilisától június-július hónapokig megtörtént a második magyar hadsereg kiszállítása a frontra, a Donhoz közeli harcmezőre. Hát itt hadd említsek egy-két olyan dolgot, hogy hogy is történt ez a kiszállítás. Ugye bevagínorozták őket, rengeteg vasúti szerelvényre volt szükség. A tisztikar az fekvőhelyeket biztosítottak a számukra, megfelelő ellátást. Hát a katonák, akik legfőképpen korábban mezőgazdasággal foglalkozó fiatalemberek voltak, voltak közöttük azért tanítók is, de zömmel fiatal mezőgazdaságból élő fiatalemberek, akik a kiképzést tulajdonképpen az előbb említett szombathelyi, pécsi, miskolci laktanyákban kapták. Tisztviselők, mint említettem, tanítók voltak. Érdekességképpen híres embereknek a gyermekei, például Kálai Ferenc, későbbi miniszterelnöknek, András nevű fia is tagja volt ennek a második hadseregnek, Horthy István, aki később ugye repülőszerencségben vesztette életét, aztán jó, hogy Örkény István, Zell Zoltán, az írók is részt vettek a második magyar hadsereg tevékenységében. Nem biztos, hogy a harcokban, de munkaszolgálatosként. Hát az a munkaszolgálatos, ugye az a hadsereg mozgásának a biztosítására szolgált, kegyetlen körülmények között kellett az utakat, a területet biztosítani a hadsereg felvonulásához. Ugye a munkaszolgálat az ebből, igazából ebből is áll biztosítani a külső körülményeket a hadsereg felvonulásához. Mint említettem, a egyszerű katonáknak a bevagínozása, hát szalmát szórtak a vagonokba, egy-két fadot tettek be, esetleg egy kályhát állítottak be, és a vonatok elé, főleg Ukrajna területén kővel megrakott tehervagonokat csatoltak, annak a megelőzésére, hisz ugye partizán tevékenység volt már ezeken a területeken, hát itt a németek ott voltunk, mi is már ott voltunk a katonáinkkal, ezen a nyugati területen, biztosítani kellett a vonatnak a haladását.
És hogyha a partizánok felrobbantották a vasúti pályát, akkor nem a fő vonat robbant, hanem a kőszállító vagonok estek áldozatul, hogy így mondjam. Utána a munkaszolgálatosok megjavították a vasúcsiseneket, és ment tovább. És mint ahogy említettem, 42. június-júliusára értünk, hát a Dontól olyan 200 kilométer távolságra, ahol hát német-orosz harcműveletek folytak már akkor. És mi ennek a harcműveletben való részvételre érkeztünk oda ki. Mint említettem, az előbbi szövetséges finn, szlovák, olasz, román haderőkkel közösen. A németek, itt el kell mondanom azt, hogy a harci felszereltségünk az nagyon katasztrofális volt. Tehát akkor, amikor már elindultunk, tulajdonképpen a siker, hát vagy a kudarc árnyéka már azért ott levegett. Most így utólag könnyű már mondani azt, hogy persze, igen, ilyen hadfelszereléssel nem szabadott volna kiengedni. Hisz a németek, az oroszok hadfelszerelése minőségileg sokkal jobb volt. Sokkal jobb volt, mint a miénk. Úgyhogy... Hogyha a németeknek megfelelő felszerelésük volt, ugye szemben álló oroszfélnek egyértelmű, tudták, hogy mi vár rájuk, igen, azon a hadszintéren, benne is voltak ebben a harcban, igen, akkor a magyar hadvezetés miért nem tudta biztosítani legalább a téli felszerelést, vagy megfelelő módon, mint a németeknek a katonai felszerelést a katonáknak? Igen, hát ez ugye a körülmények, azért ez visszavezethető a első világháborús vereséghez, ugye. Ottan megtiltották nekünk, hát ott leszerelték bennünket. Ugye igaz, volt egy darányi terv ugye a hadseregnek a fejlesztésére, de hát az olyan rövid idő volt ottan 38-tól, gondoljunk most bele 42-ig, hát nem lehetett olyan minőségi fegyverzetet felállítani, ami hát sikerrel kecsegtetett volna. Így is úgy szedték össze tulajdonképpen az itthon maradt hadtestből, hadseregből, annak a felét kivittük. Tehát itt a fegyver, lőszert? Fegyver, lőszert, lovak, ellátmány, ruházat, tehát minden. És ez mi látni fogjuk, ez később visszaütött. Hisz nem a bátorság, az elszántság, a hősiesség, ami azt gondolom, hogy a magyar katonákra jellemző volt. Nem ez okozta a vereségünket, hanem az, hogy az előbb felsoroltak, hiányoztak egy sikeres harchoz, egy sikeres hadművelethez. Most gondoljunk vele, kértünk a Donhoz közeli harcmezőkre, valamennyire vissza tudtuk szorítani közösen ugye a németekkel a doni hitfőállásokhoz a szovjet orosz egységeket. Ott egy állóháború alakult ki 42 őszére, augusztusára, szeptemberére. Egy állóháború alakult ki, és tehát még merevettek ott a naprontok. A magyar katonáink azok hitfőállásokat alakítottak ki. Itt el kell azt is mondanom, hogy ezekben a harcokban már körülbelül olyan 30 ezer magyar katona esett. Tehát ott is komoly veszteségek. Ott is már veszteségeink voltak. A németek megígérték, hogy a harceszközöket pótolják, ruházatot, élelmet. Nem pótoltak semmit, tehát őnekik is elég gondjuk volt, hogy így mondjam, pótolni azokat a veszteségeket, amelyek menet közben érték őket. És ahhoz képest, ahogy mi el voltunk látva harci eszközökben, lövegekben, repülővel, élelmiszerben, az siker volt. Tehát mondhatni azt, hogy az úgy, a körülményekhez képest sikerrel teljesítettük, amit elvártak tőlünk, amit elvárt a magyar politika,
amit a magyar hadvezetés. Ugye egy-két szóban a másik félről is, ugye az oroszoknak is volt veszteségük, én úgy tudom nem is kevés, tehát a Marcinban nagyon sokan meghaltak a másik oldalon is, és hadianyag is elég komoly mennyiségben fogyott. Hogyan pótolta az orosz hadvezetés a hadianyagot? Ugye, na most itt is volt ez a különbség az, hogy őnekik volt mélységben, volt mélységi haderőjük. Tehát onni tudták pótolni a veszteséget. Gondolják el, hogy mi a második magyar honvédsereg 200 kilométeres harcvonalat kellett, hogy védjen, vonalba mélysége nem volt. Tehát nem volt utánpótlás. Ezt egyszerűen úgy tudnám érzékeltetni, mai és ötten a fiatalokkal érzékeltetni, mint egy futballcsapat. Ugye ott is vannak a támadók, és vannak a védők. És ottan segítik egymást, kölcsönösen segítik egymást. Itt ilyen nem volt. És ez is hozzájárult, én azt gondolom, a magyar seregnek, magyar a Doni vereséghez, ami aztán bekövetkezett ugye 43. januárjában. Én úgy tudom, hogy korán köszöntött be a tél, és nagyon kemény volt 42-43 tele, ami azért rányomta bélyegét a küzdelmekre. Igen. A tél is, hát 30-40 fokos hidegben, gondolják el, mikor mi itten abban mínusz 1-2 fokba is fázunk, pedig megfelelő öltözékben vagyunk, ott még öltözék sem volt megfelelő. Ellátás nem volt, az élelmezés nem volt megfelelő. Magyarországon Horthy Miklósné ruhagyűjtést szervezett 42 őszén, de ezek a ruhák ezek soha nem kerültek ki a frontra. Úgyhogy a sebesülteket szállító vonatokkal szerették volna, akik mentek ugye a sebesültekért vissza szállítani, de, vagy kiszállítani, de ezek nem értek oda. Raktárokba kerültek, aztán ottan megsemmisültek ugye a harcok elmúltával, vagy a harcok közve. Itt még megemlíteném azt, hogy azért volt ugye ugye a sztálingrádi csata. Az is elég nagy erőket vont el, amely aztán, én azt gondolom, hogy a déli harc vonalnak a megpecsételédését is eredményezte, amely szintén sikertelenül járt, ugye, tehát nem volt különösebb eredménye. És utána visszautalnék a utánpótlásra, az oroszoknak Szibériából tömegével jött az új fegyver, lőszer, hadianyag, minden. Amerikából kaptak hadianyagot? Amerikával is kötöttek, igen. Tehát Amerika is besegített. Tehát a nyugati szövetség, Anglia, Amerika mind besegítettek a német. Tehát ugye tudjuk azt, hogy ugye Amerika is később belépett, Amerika-Japán háború. Hogy mondjam, érdekük volt, hogy a központi hatalmakat megsemmisítsék, és itt most nem törődtek azzal, hogy Amerika, Oroszország, ugye az Sztálin, nem, egy volt a cél, hogy a Hitlert, a németeket legyőzzék, megsemmisítsék. És ha picit lehet, hogy egy kicsit elkalandoztunk, tehát 42 tele kemény volt, rettenetes volt. Áttörték a magyarok itten a Donkanyar védelmében hídfőállásokat alakítottak ki, ugye a kanyaruratokba. Ugye ottan tudták, jobban tudták védeni magukat ezekbe a Donkanyarban, ugye hát nem véletlenül mondjuk, hogy Donkanyar, rengeteg kanyargós volt ez a folyó. Hozzátenném még azt is, hogy vizenyős, mocsaras, szinte járhatatlan területen. Hát közlekedtünk, vagy jártak a katonáink, hát ez is óriás erőt kivett. Hát látunk olyan képeket, amikor bent ragadt teherautó, harci jármű, ágyúkat próbálunk kihúzni a sárból, a vízből, a hóból. Hóbunkereket készítettek. Hát képzeljék el, hogy egy hóbunker most mire jó? Semmire. Úgyhogy, tehát itt ezek a hídfőállások
próbáltuk tartani, de hát nem sokáig. És igazából itten a 42-es sztálingrádi események, azok előrevetítették már, azt gondolom, ennek a donkanyari sikertelenségnek a képét. 43. január 12-13-14 volt a sorsdöntő a második magyar hadsereg életében, amikor is 12. január 12-én megindultak az oroszok, elfoglalták a magyar hitfőállásokat, ketté vágták a magyar harcvonalat, gondoljunk bele, ugye ez a 200 kilométer hosszú harcvonal, hát ez egy vonal volt, ez könnyű volt széttépni, hogy így mondjam, kapcsolatot nem tudtak tartani, hiányos volt minden, mint ahogy az előbbi bevezetőben már említettem, utánpótlásra nem számíthattak, és tulajdonképpen január 14-ére a második magyar hadtest megsemmisült. Én úgy tudom, hogy ön készített beszélgetéseket olyan baboti emberekkel, akik részt vettek a csatában, és elmondták, hogy milyen pokolba voltak, mit kell túlélniük. Szemezgessünk belőle, mit meséltek önnek a szemtanúk? Igen, azt gondolom, hogy amit az előbb említettem, azért az érzékeltette, hogy milyen borzalmas körülmények között harcoltak katonáink. Akik ott voltak, igazából azok élték át ennek a földi pokolnak a borzalmait. Történészek sok mindent írnak róla. Igen. Ki így, ki úgy. De igazából én azt gondolom, a szemtanú, aki ott volt, részt vett ebben az egészben, azt tudta hitelesen elmondani, hogy mi történt. Ugye a Balogh Józsi bácsinak hívták őt, Baboti 21 éves fiatalember volt, amikor 1941-ben Szombathelyre bevonult egy lövész hadtestbe, és mint említettem, ugye 42 tavaszán szállították ki, Orelben vagnőroztak ki, tették őket, és akkor ottan az őszi harcokban már részt vettek, már érzékelni tudták, hogy itt ez nagy hiba volt, hogy ide minket kiküldtek, más választásunk igazából nem volt. És ő személyes elmondása szerint kegyetlen, pokol. Sokan örültek annak, hogy inkább, ha meghaltak, lelőtték őket, mint hogy fogságba esnek, mert a 14. utáni, január 14. utáni események után szinte eszeveszetten, úttalan utakon vonultak vissza. A rendes utakat a németek használták, onnét a magyar katonákat lelökték, letolták, és mehettek, amerre akartak. Ő neki olyan szerencséje volt, mert kapott egy szilánkot, hogy egy német harckocsi, gépkocsi vezető fölvette, de úgy, hogy egy magyar katona egy pisztolyt kellett neki ajándékba adni, és így elvitte egy közeli kórházba a visszavonulás során, majd végül Kijevbe jutott. Kijev az egy gyűjtőhely volt a visszavonuló magyar katonáknak, és onnét szállították őket igazából haza. Hát azt mondja, hogy azt a borzalmat, ami ottan a visszavonulás során őt tapasztalt, látott, hát azt épésszel nagyon nehezen volt elviselhető. Nagyon sokan... beszélt a szemtanú, hogy ugye lehet olvasni a különböző történelemkönyvekbe, vagy visszaemlékezésekbe, hogy az orosz támadás mindig hajnalban történt. Igen. Néha zeneszó hallatszott, énekeltek az oroszok, hát talán ittasak is lehettek az orosz katonák, igen. Hiszen a géppuskáknak józanul nem lehetett neki menni. Az oroszok nagyon keményen, több vonalban támadtak. Igen, hát ahogy tetszik említeni, éjszaka tudták a nappal rerombolt hitfőállásokat megjavítani, ugye, hogy egy picit, ha visszatérünk itt a kérdéssel kapcsolatosan, illetve az elmondással kapcsolatosan, mert valóban éjszaka nem.
hanem nappal, tehát látási viszonyok között támadtak az orosz csapatok. Tehát ez a... A Sampton beszélt arról, hogy milyen is volt egy ilyen orosz támadás? Hát azt mondja, az kegyetlen volt. Igaz, hogy ők messze voltak, tehát lövegeket kaptak. Tehát személyes kontaktus nem volt. Igen, aknalövések voltak, igen, légbombatámadások voltak. Tehát személyes kapcsolatuk nem volt az orosz haderővel. Mert mire ők jöttek volna, ők már akkor megfordultak és megpróbálták menteni, ami még menthető. Kijevből, hogy visszatérjek a Kijev vonalra, onnét 43 nyarára szállították haza a még megmaradt katonákat. Arról lehet tudni, hogy hányan jutottak egyáltalán haza, hiszen a mostani kutatások szerint én úgy hallottam, az eltűntek, meghaltak száma olyan 160 ezer körül lehet már? Ez is nagyon érdekes dolog, mert ugye azt mondtuk, hogy 200 ezeren mentünk ki, 207 ezer volt a hadseregnek a személyi létszáma. Most ebből ugye azt mondtuk, hogy 150 ezer magyar katona, hősi magyar katona halt meg, sebesült meg, esett fogságba. A legújabb kutatások szerint, arról olvastam, hogy olyan 130 ezerre tehető a kint veszettek. Tehát a Donkanyarban olyan 100 ezer fő, de a mellette levő, tehát visszavonulás eseményekben, mert akkor is voltak ugye harci események természetesen, mert az oroszok azok jöttek utánunk, tehát ott is, tehát ilyen 130 ezerre tehető ez a létszám. Hát azt gondolom, hogy ez most, 160, 150, 130 ezer, ez tragédia volt, borzasztó tragédia volt, főleg a családtagoknak, akik ezt megélték, áttélték, és hát hazavárták a családtagot, és a szerencsés volt, aki hazaérkezett, mint ahogy az előbb említettem, a Jóska bácsi is, hogy hazaérkezett. És ha már visszanézünk, akkor ő mennyi idő alatt ért haza? Tehát van-e arról, arról, hogy mikor tehát ment be Balódra? Tulajdonképpen Kijevbe, hát elég gyors menetbe érkeztek. Kijevbe érkeztek olyan márciusában, azt mondja, a kijevi kórházban azért kaptak egy kis kezelést, és akkor a betegszállító vonattal áprilisban érkezett haza, de egyszerre besorozták, ott megindult azonnal a magyar hadseregnek az újjászervezése, tehát ott 43 telén. De hát ugye a harcvonal az nyomult előre, és akkor Felső Ausztriába mentek, ugye, tehát ahogy az orosz támadás, az orosz előnyomulás haladt, Felső Ausztriába így jutottak, ott sikerült, kilépniük abból a körből, hogy még tovább vigyék őket. Hisz láttok olyat, hogy ugye akkor a nyilasok voltak már igazából hatalmon, hogy a nyilas katonák a magyar katonákat, hogy így mondja, vagy hát a nyilasok a katonákat, aki meg akart szökni, le akart lépni, igazából azokat lelőtték. Úgyhogy azt mondja, hogy neki szerencséje volt, aztán végül is hadifogságba került. Ő már akkor, amikor jöttek visszafele. Amerikai, igen. Hadifogságban volt akkor? Nem, orosz. Orosz hadifogságba került. Oroszországba akarták szállítani őket, de egy pestis járvány tört ki a vonaton, és romániai fogolytáborokba helyezték el őket, és onnét 1945
szeptember közepén érkezett haza Babotra. Még egy dolgot azért hadd mondjak el, ezt kihagytam ottan a visszavonulásnál, hogy ő látott olyat, tehát itt a visszavonulás képét, hogy még jobban érzékeltessem, hogy volt olyan csapattársa, katonatársa, aki amikor a csizmáját, vakancsát levetette, az elfagyott lábújai bennmaradtak a vakancsba. Hát az érzékelteti. Tehát ez is érzékelteti az, hogy mit éltek át azok a katonáink, akik ebbe a földi pokolban részt vettek, és ugye azt a parancsot teljesítették tulajdonképpen, amit ugye a hadvezetés kiadott, hogy nincs más hátra, csak előre van. És még egy dolog, ugye megemlékezések sorában minden évben, ez a járványügyi helyzet miatt sajnos most nem lehet megtartani. Itt Kapuváron például az emlékműnél, itt a városközpontban mindig lerolják kegyeletüket, megemlékeznek. Igen. A városban élők, de több településről is tudok itt rám közben, akik a Doni katasztrófára megemlékeznek. Ön szerint méltó módon történik ez az elmúlt időszakban? Megfelelő módon emlékezünk ezekre a napokra? Én szerintem ez egy nagyon tisztességes dolog az, hogy ezekről az emberekről, akik igazáért a hazáért küzdöttek. Most mindegy, hogy azt mondjuk, hogy a Dunkanyarban, de egy parancsot teljesítettek, és én azt gondolom, hogy bátorságban magasan verték a többi hadtestet, akár a németeket, a románokat és a többit. Csak a felszerelés hiánya szerintem az játszott közre, hogy ilyen tragikus vége lett ennek a hadműveletnek, és fontos az, hogy a mai emberek, a mai fiatalok tudjanak erről, tanuljanak erről, és erre szolgálnak ezek a megemlékezések, amelyik fizikálisan ott vagyunk, és elgondolkozunk azon, hogy mit élhettek át eleink, utána a 20. század közepén, ebben a, hát többször említettem már, hogy ebben a földi pokolban. Szinte el se tudjuk képzelni, így olvasmányokból, filmekből, képekről, tanulmányokból, hogy milyen borzalmas körülmények között próbáltak helytállni katonáink. És ez a legkevesebb, azt hiszem, hogy egy-egy emlékménél, egy-egy sírnál megállunk, fejet hajtunk és emlékezünk tisztességgel rájuk. Kapuváron 2013 óta a Bográcsos Egyesület szervezi a Duni megemlékezést. A járványügyi helyzet miatt idén koszorút helyeztek el és mécses gyújtottak a hősi emlékműnél. Kapui Pál Bográcsos Egyesület elnöke bízik abban, hogy 2022-ben már a megszokott műsorral tudnak tisztelegni a Duni hősök emléke előtt. A január 12-i koszorúzásról a tervezet az volt, hogy egy fél órás műsorral, tisztességgel, áldással egybekötött megemlékezést tartunk. Ugye az újgóli járványügyi rendeletek betartása véget ezt nem javasolták, mert ez már a közterületi rendezvénynek számít. Ezután egyeztettünk Hámori György polgármester úrral, aki javasolta, hogy hát csak egy koszorúzás és a mécses elhelyezése fér bele. Megfogadva polgármester úr tanácsát, a Doni áttörés 78. évforduló alkalmából csak egy méltányos koszorúzással, mécsesekkel emlékeztünk a hős honfitársainkra és a II. Világháborúban vétlen ugye, lányok és asszonyok, akik az erőszak áldozatai voltak. Mivel én is érintett voltam a keresztapám révén, aki a hősi halált halt valahol a szovjet földön, 2012-ben elhatároztam, hogy a Kapuvári Bográcsos Egyesület égisze alatt, valamint egy kapuvári úriember, ugye itt volt a Tari János bácsi, aki a Doni hadszíntére harcolt. Az ő elmondása és a hiteles elbeszélés alapján az elnökséggel egyetértésben emlékműsort szerveztünk a Donnál és a harctéren átjut honfitársaink emlékére, ugye épp következett a 70. évforduló. Ezt a kezdeményezésünket az akkori honvédelmi miniszter
Hende Csaba úr is méltatta, és gratulált hozzá. Hát ebben az időben nem nagyon volt nyilvános megemlékezés, de a sikeres emlékműsorunknak híre ment, és egyre több helyen valósították meg. Hát ezt megerősítette dr. Számvéber Norbert úr is, aki akkor a Honvédelmi Minisztérium levéltárának az egyik vezetője volt. Sőt, egy alkalommal személyesen is megtisztelt bennünket, eljött Kapuvárra, és ő is részt vett az emlékünnepségünkön. Nagyon elégedett volt a programunk színvonalas összeállításával. Akkor mondta nekem, hogy amerre jár az országba, mindenütt megemlít bennünket, és az előadásai résztvevők is gratuláltak a kezdeményezésünkhöz. Hát ez volt a 9. Don és a 2. világháborús megemlékező programunk, ugye csak csendes koszorúzással és a mécsesek elhelyezésével történt. Hát az előzőek mindig szentmisével és történelmi események felolvasásával, emlékversekkel, zenés, színvonalas műsorokkal, eredeti történetek felolvasásával zajlott. Hát bízom benne, hogy a jövőben talán, ugye ez a járványhelyzet talán majd valahogyan lazul, és ugye jövőben újra visszatérhetünk a régi kerékvágásba, hogy eredeti színvonalas megemlékező műsorokat tudjunk tartani.